óriási botrány Dancsó körül. Az internet népe egy emberként kelt fel az Origo új influencerei ellen. Október 1-től kötelező lesz az iskolákban a lázmérés. És idén elmaradnak a szalagavatók. Tartsatok velünk! Október 1-től kötelező lesz a lázmérés az iskolákban belépéskor, tanároknak és diákoknak egyaránt. Azokban az iskolákban, ahol a létszám túl nagy, akár hőkamerák elhelyezése is indokolt lehet. Marusa Zoltán elmondta, a lázmérés alapvetően kézi digitális eszközökkel történik. A hőkamerák beszerzése folyamatban van, és október 1-jéig még számos intézkedés várható ezen a téren. Megnyugtatásképpen mondta, ha valakinél megállapítják belépéskor, hogy lázas, az még nem azt jelenti, hogy koronavírus megérkezett az iskolába. Ebben az esetben értesíteni kell az orvost és tesztelni kell. Idén elmaradnak a szalagavatók. Mindannyian csalódottak vagyunk, de legalább így ott marad nekünk az online szalagavatónak a gondolatával való játszadozás. Virtuális tánc. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma azt javasolja, az első fél évben esedékes nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvényt halasszák későbbre. De van néhány kiskapu. Kis létszámú rendezvényeket meg lehet tartani, amennyiben betartjuk az alapvető egészségvédelmi intézkedéseket, távolságtartást, maszkviselést, kézfertőtlenítést és szellőztetést. Zártéri helyet pedig szabadtéri rendezvényt kell szervezni. A középsúli sorozat második részét már több mint 3 millióan néztétek meg. Nagyon szépen köszönjük, nagyon hálásak vagyunk, és most ebből kaptok egy kis részletet. És hamarosan leelőzi ez a videó a Dancsónak az erről a videóról készült videóját, szóval hajrá, nézzétek meg, még kb. 50 ezeren hagyjuk le Dancsót. Sorakozó! Nézzétek le! Bende és Zsófi, hol vannak? Zsófi még nem jött vissza az öltözőből. Bende sem. Foglalta. Na jó, akkor Eszti és Oliver, kérlek benneteket, keressétek meg őket. Na, remek. Gyere! Csó! Hallod? Miért nem rögtön a WC-ben kezdjük? Most ezzel mire célzol? Na, szerinted mire? Amíg mi az Ofőnél húzzuk az igát, addig a Bendegúz a Zsófit húzogálja. Nagyon durva volt. Nagyon über durva. Elindultunk megkeresni őket, és igazából jó, gondoltam, hogy valószínűleg azért mennek, de amikor bementünk, és ezt így páf, lekevert neki egyet, na akkor így nézem, mondom, annak tuti nyoma marad. Hatalmas felháborodást keltett Dancsó Péter egyik legújabb videója, amelyet azóta le is törölt a csatornájáról. Videójában egy 14 éves almás fűzítői srácot parodizál ki, nem éppen a legkultúráltabb formában. A videóban egyébként Dancsó Péter részéről nem hangzanak el kifejezetten durva és sértő megnyilvánulások, viccelődik Petinek a beszédével, meg ruhájával, meg gondolkodásmódjával úgy általában. Nyilvánvalóan az, hogy egy felnőtt ember 1 millió követővel a háta mögött egy 14 éves srácon élcelődik és köt belé, az egy ízléstelen dolog, de nem a nettó tartalommal van az igazán nagy probléma. Reggel iskolába mentem, amikor megláttam, hogy a MÁV ZRT munkatársai ezt a táblát éppen kifüggesztik. Peti almásfüzítő két lábon járó autokorrektje, aki rendet tesz az egész nagyvárosban,
és folyamatosan úgy beszél, mintha valami paragrafusokat olvasna fel. A videó ellen egyébként még csak laza poénokat durogta Dancsó és Udvardi Petinek a beszéd stílusát, illetve a beszéd módját figurázza ki, ami nem tudom, hogy kinek fér bele, mennyire ízléses dolog valakit ilyes miatt megfúrni, pláne úgy, hogyha még egy gyerekről van szó, és pláne úgy, hogy igazából nagyon nem árt senkinek. Ez tényleg teljes mértékben személyeskedés, nettó személyeskedés, olyan dolog, ami miatt szerintem méltánytalan bárkit is megalázni. Az internet népe egy emberként kelt fel az Origo legújabb influencerei ellen. A kampányban többek között ott volt Anfield is, aki nézőnyomásának a hatására visszalépett a megállapodásból. Sok dolog történhet az közösségi médiában egy nap alatt, és hát történt egy ilyen, hogy több influencer egyszerre elkezdte hirdetni az Origót. Nézzük, hogy mi történt. Szevasztok, srácok! Szerintem senkinek nem kell bemutatni az Origót. Ez sajnos igaz, senkinek nem kell bemutatni az Origót. Anfield az egyik arca, azt hiszem ötöt találtam, akik az Origó, hát a brandet hirdetik. Erbence. Marco Rebekától már többet vártam amúgy egyel. Timella is hirdeti az Origót. Pintér Adrien Ada, ő egy műsorvezető amúgy, és ő is megmutatta, hogy mennyire életszerűen olvassa az ember az Origót amúgy. Ez meg érthetően egy csomó embernek nem feltétlenül tetszett. Két kérdés merült föl bennem, és nem tudom, hogy melyik a hízelgőbb. Az egyik, hogy ezek az influencerek vagy nem tudják, hogy mi ez az Origó, egyáltalán nincsenek tisztában, vagy egyet értenek vele. Kétlem, hogy valaki fiatalként ennyire ne legyen tisztában, hogy mivé lett az Origó, vagy lehet, hogy tisztában vannak vele, és elég pénzt ajánlanak, akkor ők bármit eladnak. Ti mit csinálnátok akkor, hogyha egy nyári napon napozgatás közben nem a kedves kiskutyátok, hanem egy medve ébresztene fel titeket? Valószínűleg mindannyian pont ugyanannyira ijednénk meg, mint a most következő videón látható férfi. Illetve medve. Egy dubai influencer páros leendő gyermeküknek a nemét felvetítették a Burj Khalifára. Ez az apróság egyébként közel 30 millió forintjukba került. Bera! Levált egy hatalmas darab az északi sark legnagyobb 79N nevű selfjegéből, amely Grönland északkeleti részén terül el. Amint egy 110 négyzetkilométernyi jégdarab leválásának legfontosabb oka a klímaváltozás. A 79N selfjegének az a jelentősége, hogy kapcsolódik a Grönland belső jégmezőihez, ami azt jelenti, hogy egy napon, ha a várakozások szerint növekszik a hőmérséklet, ez a térség lehet az egyik központja a jég eltűnésének Grönlandon. És most következzenek. A cuki kisállatos videók.
Úgy is tudják, hogy az jön. Miért kell ekkora fölvezetés neki? Cogi kis állat. Gyú-gyú-gyú, tudod. Ennyi volt mára a YouTube híradó. Két hét múlva ismét találkozunk. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, ha pedig nagyon tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra. Sziasztok! Mi volt ez a... De ezt szoktuk csak. Hát, de most ez volt. De nem szóltál. Hát akkor én is ezt csinálom. De miért csinálom? Hol a harmónia?